Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál. Székelyek ünnepeltek Bonyhádon. Lovasnapok Mözsön. 32. alkalommal is rajthoz álltak. Faddi falunap. Színes programok várták a kilátogatókat. Tűzifavásárlás. Tájékozódjunk megfelelően. Idén is hatalmas érdeklődés jellemezte a hétvégén 35. alkalommal megtartott bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivált Bonyhádon. A rendezvényre számos anyaországi és határon túli székely csoport érkezett. Rengetegen látogattak ki a hétvégén Bonyhádra a 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztiválra. A háromnapos rendezvény során különböző székely csoportok közösen ünnepelték hagyományaikat. Én nyugodtan mondhatom, hogy itt szinte mindenki, aki itt van ma ezen a téren, és fellép majd ezen a színpadon, akár a ma délután, akár a holnap este folyamán, vagy vasárnap a szomszédoláskor, elmondhatja a másikról, hogy tudja ki ő, honnan jött. A fesztivál pénteki megnyitója után szombaton következett az idén is rendkívül látványosra sikerült utcai felvonulás. A csoportok a kaszinókertig vonultak. Magyarok mellett lengyelek és románok is érkeztek. Évek óta a legszebb része a fesztiválnak ez az utcai felvonulás, ahol a csoportok mindannyian részt vesznek, és igazából úgy csalogatják be az embereket ide a kaszinókertbe. Most is nagyon sokan voltak erre kíváncsiak, és hát reméljük, hogy az est folyamán, mivel jó idő van, nincs annyira meleg, még többen lesznek majd. A köszöntő beszédeket követően aztán kezdődhetett a fesztivál műsor, ahol több mint 20 csoport lépett színpadra. Jubileum, nem csak a fesztivál 35 éves jubileum, hanem a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének megalakulása is 35. évfordulója, ami számukra azt jelenti, hogy még nagyobb ünnep, mint bármelyik másik. A kerek évfordulót tekintjük a 35-öt is. Nagyon szerettünk volna nagyon ünnepélyessé tenni, nagyon színvonalassá, és mindent megtettünk azért, hogy az összes tagszervezetünk itt legyen, az összes egyesületünk föllépjen, hogy részese legyenek a fesztiválnak. Az erdélyi Csernakeresztúri együttes mindig nagy örömmel látogat Magyarországra. Ez egy tényleg egy olyan felemelő és olyan lélekmelegítő, mikor annyi ismerőssel találkozik az ember, és olyan valahogy boldogság fogja el az embernek a lelkét, hogy 30 év, ugye 30 év nem kevés, és 34 év óta mondjuk én és előttem való generációk is mind jöttek. Nagyon lélekmelegítő, úgy ahogy mondtam. Ezen túl az érdeklődők az örökség sátorban például székely népviseletes babákat tekintettek meg, a székely konyha sátorban pedig ízletes székely ételeket kóstolhattak. Másnap a vasárnapi szomszédoláson 8 különböző helyszínre is kilátogattak a székely csoportok. A 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztiválról készült hosszabb anyagunkat pénteken 21 óra 30 perckor tekintették meg a Tolnatáj Televízióban. 32. alkalommal is megcsodálták az érdeklődők Tolna Mözsön az akadályhajtást, díjlovaglást, vadászhajtást, ugyanis újra megtartották a Mözsi Lovasnapokat. A tradicionális verseny augusztus első hétvégén sem okozott csalódást a látogatóknak. Virág József, a Tolna Mözsi Lovas Egyesület elnöke a szombati program sokszínűségéről tájékoztatott minket. A mai napon délelőtt, illetve délután a kettes fogatok vármegyei fordulójának az akadályhajtó versenyszámát látjuk, ami két fordulóval tevődik össze, valamint a délutánban még időbüntetéses akadályhajtás kerül megrendezésre, és este 8 órától pedig a kettes fogatok kombinált hajtó verseny, ami egyben pályaavató is. Ugyanis az éjszakai lovas sóra elkészült a pályavilágítása is. Még annyit hozzátennék az előzőhöz, hogy nem csak a kettes fogatoknak, hanem a póni ketteseknek és az egyes fogatoknak is minősítő versenyszám zajlik a mai nap.
napon. A lovas napok népszerűsége töretlen, hiszen a vasárnapi napra több mint 200 nevezés érkezett be. De én úgy gondolom, hogy ami tőlünk telhető volt, azt mi mindent megtettünk, hogy mindenki jól érezze magát, illetve versenyzőknek is egy olyan pálya legyen, ami igenis egy felkészítő a további döntő versenyekre, illetve az országos döntőhöz, tehát mindenkinek a fejlődést szeretnénk biztosítani. Nagy Gréta fiatal versenyző Póni C kategóriában mérette meg magát második alkalommal. Lovas családból érkezett, így nem meglepő, hogy előbb-utóbb ő is a versenyzők közé került. Korom is meg lett hozzá most már, vagyok annyi idős, hogy mehessek. Nagy lovakkal is már D-be is hajtatok, D kategóriába, meg pónikkal a C kategóriába. És így ugye elkezdtem már tavaly a bemutatóhajtásokat. A hangulatra a szeles augusztusi napokon sem lehetett panasz. Versenyzők és jószágok egyaránt örültek a hűvösebb időnek. Halálos baleset történt Szakcs térségében vasárnap délután. Egy 75 éves szakcsi férfi közlekedett Kocsola irányába, amikor egy jobbra ívelő kanyar túl gyorsan vett be. A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, letért az útról, és neki csapódott egy fának. Az autóban négyen utaztak. A jobb első ülésen ülő 31 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A kocsi két hátsó utasa, egy gyermek és egy 29 éves nő súlyosan megsérült. Az autósofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A szonda nála igen magas értéket mutatott, ez azt jelenti, hogy ittasan vezetett. A kocsiban utazók egyike sem használta a biztonsági övet. A 7 éves gyermeknek pedig nem volt a kocsiban biztonsági gyerekülés, és a biztonsági öve sem volt bekötve. Életének 92. évében elhunyt dr. Gyugyi László villamosmérnök, világhírű zsolnai gyűjtő, Pécs város díszpolgára. Gyugyi László 1933-ban Tamásiban született, sokáig külföldön élt. Zsolnai porcelán gyűjteményét 2010-ben hozta Pécsre, ezt a zsolnai kulturális negyedben állították ki. A gyűjtemény közel 700 egyedi kerámia tárgyat tartalmaz. Kedden kezdődnek a gyorsasági kajakkenu küzdelmei a Párizsi olimpián. A Paksi Atomerőmű SE sportolója Pup Noémi is tagja a magyar csapatnak. A 26 éves Európa-bajnok és bronzérmes kajakkos első alkalommal vesz részt az ötkarikás játékokon. Párosban Folyt Sárával, négyesben pedig szintén Folyttal, illetve Csipes Tamarával és Gazsó Alida Dórával együtt harcolhat a minél jobb helyezésekért. Augusztus 3-án szombaton tartották meg Faddon a falunapot. Horgászverseny, focikupa, főzőverseny, játékos elfoglaltságok jellemezték a napot, délután pedig fellépők szórakoztatták a közönséget. Színes programok várták a faddiakat a szombati falunapon. Bordács József polgármester elmondta, céljuk, hogy a rendezvényeiket mindig magasabb szintre emeljék. A délelőtt a helyi együttesek léptek föl, azon már túl vagyunk, aztán most Leblanc győzőjék fognak adni egy csodálatos, jó ebétes szólalót a koncertet délbe. Közben folyik a főzőverseny, természetesen volt focikupa délelőtt, ezen kívül volt horgászverseny, és hát délután jönnek a komolyabb fellépők, hogy úgy mondjam. A focikupán 8 főként helyi és környékbeli csapat küzdött meg egymással két csoportban. Vannak gyengébbek, mint mindenhol, meg vannak erősebbek, de most már az elődöntők zajlottak le, és most már csak a döntő van hátra. Az a négy csapat, aki bejutott az elődöntőbe, azok már jó játékerőt képviselnek. A főzőverseny keretében finomabbnál finomabb ételeket készítettek a nevezők. Tudod milyen? Birka, fűszerek, tehát fagyú leszedve róla, és kanalas nokedlival lesz, ez egy cigány hagyomány a kanalas nokedli, tehát nem mindenhol van. Tudjuk, hogy sósburgonyával lenne az igazi, de nekünk ez jön be. Egy másik asztalnál egy nagy adag lecsó készült. Ugye ez egy sült anyag tulajdonképpen, tehát nem a klasszikus lecsó, hanem ez egy sült lecsó, tehát úgy van lesütve gyakorlatilag. A gyerekek számára többek között kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, légvárral és habpartival is készültek a szervezők. Hát eddig nagyon jó. Voltunk nála a habos bulinál, nagyon jó volt ez a sok hab, meg a végén az az ura is. Mert hát most ide jöttünk, de majd fogunk még sokat csinálni.
A délután folyamán koncerteket és Pol Fitness bemutatót is megtekinthettek a kilátogatók. Bordács József polgármester megköszönte a támogatók segítségét. A Tarka SC szexárd kosarasa Szűcs Gréta is szerepel a portugáliai U18-as A-divíziós Európa-bajnokságon résztvevő magyar válogatottban. A nemzeti csapat az első játéknapon Horvátország alakulatát győzte le, Gréta 6 pontot és 8 lepattanót szerzett. A magyar csapat a második összecsapáson a belgák ellen vereséget szenvedett. A kontinens torna küzdelmei hétfőn este Lengyelország együttese ellen folytatódnak. Tolna vármegyei csapatok is pályára léptek a hétvégén a labdarúgó MOL Magyar Kupa első fordulójában. A szekszárdi UFC idegenben győzte le 12-0-ra a Baranyai Hímes Háza együttesét. A Majosi Ese a Harkány alakulatát ejtette ki, ők 5-1 arányban győztek. A Kakasdi Ese közel járt a meglepetéshez, végül a Pécsi PMFC 1 góllal jobbnak bizonyult náluk. Szeptember elején elindul az őszi tűzifa vásárlási szezon, de milyen fát érdemes beszerezni és mik azok a tényezők, amikre figyelni kell, hogy valóban azt a terméket kapjuk és annyit, amennyit szeretünk volna. Az évnek két szakában szokták többen keresni a fűtőanyagot, mondta Janács Gergely, a Gement ZRT osztályvezetője. Az első a tavaszi, amikor véget érnek a hideg hónapok. Ezt alapvetően helyesen is teszik, hiszen nagyon fontos, hogy a tűzifa az otthon megfelelően fel legyen készítve a tüzelésre és ki legyen szárítva. Körülbelül 8-10 hónapot minimum érdemes megfelelően fölhasogatva, fölülről esőtől védve, oldalról viszont engedve, hogy a szél átjárja, szárítani a tűzifát, hiszen a megfelelően kiszárított tűzifa akár 20-30%-kal hatékonyabban fog elégni, több hőt ad le, tehát kevesebb tűzifát kell akkor felhasználni a fűtéshez, és a tüzelőberendezés sem teszi tönkre a megfelelően kiszárított tűzifa. A másik ilyen tűzifa vásárlásos nagyobb időszak az ősz szokott lenni. Ilyenkor általában azok veszik meg a fát, akik esetleg korábban nem tudták, valamint elfelejtettek gondoskodni róla, hogy elegendő legyen otthonra a fűtési szezonban. De ennek egyértelműen az a hátrány, hogy ilyenkor már nem szárad megfelelően ki a fűtési időszakra a fa, úgyhogy most így a nyár folyamán, augusztus elején arra buzdítok mindenkit, hogy aki még ezen a télen szeretne tüzelni a fával, az minél előbb jöjjön és vásárolja meg a tűzifáját. Rendelkezünk megfelelő mennyiségű és minőségű tűzifával, és ez a tűzifa már egy kicsit ki is száradt, hiszen ezeket alapvetően az előző tél és a tavasz során termeltük le. Janács Gergely azt javasolja, tájékozódjunk megfelelően a beszerzés előtt, és biztonságos, ellenőrizhető forrásból vegyük meg a fűtőanyagot. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy milyen fafajt vásárlunk, hiszen nem egyforma a fafajoknak a tüzelőértéke. Fontos azt is figyelni, hogy hogyan mérjük a fát, tehát milyen mennyiségi egység alapján vásároltuk a fát. Alapvetően az a javaslat, az egyszerűbben ellenőrizhető, hogyha köbméterben vesszük, tehát térfogatra vásároljuk meg a fát, hiszen ezt le lehet mérni a benfoglaló értékei, szélesség, hosszúság, magasság, és ez alapján kiszámítható, hogy annyi fát kaptunk-e, mint amennyit megrendeltünk. Tehát összefoglalva fontos az, hogy ellenőrizzük, megbízható helyről vásároljunk fát, és ellenőrizzük le, hogy azt kapjuk-e, amit befizettünk, azt a fafajt kapjuk-e, azt a felkészítettségi állapotot kapjuk-e, és azt a mennyiséget kapjuk-e. A Gement ZRT felhívja a figyelmet arra, hogy minden esetben kérjünk szigorú számadású szállítójegyet és számlát vagy nyugtát a vétel során. A vállalat augusztus 15-éig tűzifa vásárlási akciót hirdetett meg. Érdemes náluk érdeklődni, hiszen megbízható cégtől lehet a kedvezményes áru fához jutni. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. 3 elektromos csuklós buszt vehet Pécs, már tesztelik az egyik lehetséges jelöltet. Roma holokauszt, interaktív megemlékezés a Gandhi gimnáziumban Pécsen. Közös programok, összehozzák a közösséget Szentgálos kérem. Piros színű, teljesen elektromos meghajtású és csuklós kivitelű autóbusz jár a 2-es vonalon Pécsen péntektől. A jármű tesztüzemre érkezett a Tükebuszhoz. Egy pályázatnak köszönhetően 3 elektromos csuklós buszt vehet hamarosan a város. A próbajárat a megfelelő gyártmány kiválasztását segíti.
Ezt az elektromos csuklós buszt tesztelik augusztus 2-től 11-ig a pécsi közösségi közlekedésben. A kettes vonalon közlekedik ez a jármű. A teszt alatt ingyen utazhatnak rajta az utasok. A csuklós buszt szeretnénk mindenképpen, hiszen szóló járműveink már a fejlődés útjára kerültek, és 18 darabot már megvásároltunk, illetve a Pécs városa rendelkezésre bocsátott ilyen buszokat, viszont az életkorukat tekintve a jelenlegi csuklós állománynak azt mutatja, hogy most a csuklósokon a hangsúly. Ez a tesztbuszt tulajdonképpen jelentős energiával, kapacitással rendelkezik, több mint 510 kWh-s akupakkal rendelkezik. A gyártó szerint ez azt eredményezheti, hogy akár 420 kilométeres hatótávval bír. Naponta maximum 300 kilométert tesz meg egy-egy autóbusz Pécsen a munkája során. Így ez az elektromos csuklós jármű el tudja látni a feladatát a baranyai városban. A csuklós buszok életkora 20 év a városi flottában, ezért eljött az ideje a cseréjüknek. Egy pályázatnak köszönhetően most 3 darabot vehet majd a város. A célzata az, hogy ezt a beruházást valamilyen módon alátámasztjuk teszt céllal. Igen, jól tetszik gondolni, a Hunda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT egyik pályázatán a városunk is részt vesz, 3 darab csuklós busszal, tisztán elektromos kivitelben. Ezt a döntést megalapozandóan gondolkodtunk úgy, hogy egy valamilyen terméket, valamilyen márkájút ide csábítunk egy rövid néhány napos tesztjelleggel, és vizsgáljuk azt, hogy a jelen itteni Pécsvárosaiban megtalálható körülményeket, hogyan szolgálja egy ilyen kivitel. Általános iskolásoknak számukra befogadható módon a roma holokausztról tartottak megemlékezést Pécsen. A holokauszt 80. évfordulójáról szóló rendezvényt a Nemzetiségi Roma Módszertani Oktatási és Kulturális Központ, a NEROK és a Gandhi Kft. Szervezte. A megemlékezésnek a Gandhi Gimnázium kollégiuma adott otthont Pécsen. A roma holokausz 80. évfordulójára emlékeztek a pécsi Gandhi Gimnázium kollégiumában. Roma tanodák iskolásai is részt vettek a történelem MS sötét korszakát bemutató megemlékezésen. Az iskolásoknak számukra értelmezhető és befogadható módon zajlott az interaktív előadás. A Rettentő Valamék című mese, mely a holokauszt allegóriájára készült, alapján próbálja a tanár megértetni ezt a rettentő korszakot a gyerekekkel. Ez a mai program itt a délelőttben, ez egy órás programról van szó, hiszen a gyerekeknek az életkorához is kell, hogy passzoljon ez az idő. Tulajdonképpen erről a meséről, rettentő valamikről fogunk beszélni. A mese felolvasásra kerül, és majd pedig ennek a mesének a feldolgozása az általános iskolai szintnek megfelelően fog történni. Nyilván nekem alkalmazkodnom kell most ezekhez a diákokhoz, akiket én most még per pillanat nem ismerek, úgyhogy nyilván ez majd menetében kell, hogy egy kicsit rugalmasan változzon, amennyiben a befogadó készséget, ahogy látom majd a menet közben. De alapvetően ez egy szimbolikus mese, és majd a mese végén, amikor látom, hogy hogyan értik, mit értenek meg belőle, akkor fogunk egy kicsit történelmi tényekről is beszélni, de azt óvatosan, mert jelen időkeret nem ad arra lehetőséget, hogy feloldjuk az esetlegesen előkerülő félelmeket. A gimnazista korosztálynál már másként kell megismertetni ezt a történelmi korszakot. A Gandhi Gimnázium diákjai számára mindig eltérő módon próbálom. Ott alapvetően nagyon sokat használom online videós felvételeket, azonban én általában nem kifejezetten arra megyek, hogy a nagyon szörnyű képeket mutassam be, és ez beleégjen a retinánkba, hanem család élettörténeteken keresztül próbálom rávilágítani a gyerekeknek arra, hogy az a család, akiről most megnéztünk egy nagyon vidám videót a 20. század elején, az a család a 20. század közepétől nem létezett. És akkor, hogy mi történt azzal a családdal? Tehát megpróbálom megszemélyisíteni az áldozatokat, mert azt gondolom, hogy elég távol van már a mai diákoktól ez a szörnyűség. A legtöbbjük már a nagyszülőktől sem, tehát most már az a generáció van, akinek már nincsen élő mesélője otthon. Úgyhogy nekik ez távoli már. El se tudják képzelni, hogy ilyen megtörtént, hogy megtörténhetett, ezért én a családtörténetek feldolgozására helyezem a hangsúlyt. Az iskolában egy kiállítást is rendeztek a roma holokausz 80. évfordulója alkalmából. Festmények, történelmi fotók, dokumentumok emlékeztettek a múltra.
Közös kenyérsütéssel, citera zenével, főzéssel és gyermekprogramokkal készülnek Szent Gálos kéren a kenyér ünnepére. A kissomogyi településen már hagyomány, hogy a helyiek együtt töltik ezt a napot. Szeretnék a rózsámmal beszélni, éjjel nyáron világos az ablaka. Jaj, de sokat fáztam alatta. Népdalokkal mulatták az időt a Szent Gálos Kéri Napsugár Egyesület tagjai, amíg az udvari kemencében sült a kenyér. A településen büszkék a hagyományokra, szívesen készítik el maguk a kenyeret, igaz, ma már géppel kelesztik azt. Szitáljuk a lisztet, hozzárakjuk a sót, kimérünk egy liter vizet, beleteszünk egy élesztőt, azt felfuttatjuk, és beletesszük a keresztőbe, és akkor hozzáöntjük a lisztet, és megkeverjük a géppel. Akkor, mikor már teljesen sima, látjuk, hogy kisimult a tészta, akkor bent hagyjuk a keresztőbe egy fél órát. Akkor, mikor megvan a fél óra, akkor megkevertetjük a géppel újra, kivesszük, és akkor megformázzuk. Akkor megint egy fél órát pihentetjük, és akkor beletesszük ezekbe a kis formákba. És akkor ott meg kell. Egy órát kelesztik, aztán a kemencébe nagyjából 50 percig sütik. A friss, ropogós cipó nem csak kinézetében, hanem ízében is teljesen eltér a ma boltban kapható kenyerektől. Szent Gálos kéren csütörtökön tartották meg a sütés főpróbáját. A településen ugyanis a kenyér ünnepén szeretnék majd elkészíteni a tökéletes cipót. Az asszonyoknak Lukács József pékmester is segített. A polgármester Szabó Péter azt mondja, az ilyen jellegű programok összehozzák a helyieket. Hogy tartsuk össze a közösséget, és legyen szó bármilyen rendezvényről, adunk neki egy nevet, mindenképp az, én legalábbis személy szerint arra törekszem, hogy a településünk lakóit mindig valahogy összehozzuk egy-egy ilyen rendezvényen, nekünk elég összetett településünk van, és nagyok a kilométerek egymás között, tehát egyik utca végétől a másikig, és ha más nem akkor, amikor egy-egy rendezvény van, akkor találkoznak ezek az utcabeliek, és egy jót beszélgethetnek. Augusztus 19-én a közös kenyérsütés mellett citera zenével, főzéssel és gyerekprogramokkal készülnek Szent Gálos kéren a kenyér ünnepén. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztivál, székelyek ünnepeltek Bonyhádon. Lovasnapok Mözsön, 32. alkalommal is rajtozáltak. Faddi falunap, színes programok várták a kilátogatókat. Tűzifa vásárlás, tájékozódjunk megfelelően. Kedden napsütéses, szélcsendes, eseménytelen időjárás alakul ki hazánk térségében. Legfeljebb kevés gomoly felhőzet valószínű. 30 fok körüli maximum hőmérséklet lesz jellemző. Éjszaka marad a zömmel derült, csillagfényes égbolt. Ismét hűvösebb hajnalra lehet készülni. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!